Az első street art feladat C változatát láthatjátok. A C ugye az a legnehezebb, nektek lesz a legnehezebb dolgotok. Úgymond úgy lesz legnehezebb dolgotok, hogy talán nektek kell a legtöbbet hozzá rajzolni vagy hozzá festeni, de ugyanúgy a fantáziátokra lesz szükség elsősorban, és arra, hogy mennyire ismeritek a lakókörnyezeteteket, és mennyire tudjátok azt átalakítani, vagy mennyire vagytok képesek azt átalakítani. Nézzük is, hogy miről lesz szó nektek. Egyet kell csinálni, volt olyan más csoport, ahol többet kértem. A ti feladatok az lesz, kimentek az udvarra, szétnéztek, hogy hol találtok esetleg olyan dolgot, amiben, ha hozzárajzoltok, bele tudtok képzelni valamilyen más lényt, vagy bármit, és ha hozzárajzoltok, akkor egy ilyen kis vicces manócska jön ki esetleg belőle. Nem kell arra törekedni, hogy valósághű legyen, meg nagyon pontos, meg nagyon precíz, meg fú, de nagyon térbeli. Így is tökéletesen megfelel, mint ahogy itt látod. Zöld kis manó. Látszik, hogy ez a fűcsomó a haja, vagy akár egy kis, nem is tudom, mesztelen csiga, mert arra hasonlít a képen. Gerebjével söpri össze a leveleket a betonszegély alá, amit éppen felhúzott. Hogy itt is éppen látjátok, voltak repedések a járdalapon, és arra rajzolták, mintha onnan kitekintene, vagy kikucskálna az a kis manó. De akár egy nagyobb virágcsomót is el lehet képzelni, úgy, mintha egy teknőcének a páncéljává egészítenétek ki. Tehát azért mondom, hogy erre nincsen konkrét, hogy ezt vagy azt kell csinálni. Itt most mindenkinek egyedi dolgot kell készítenie, mindenkinek arra van bízva, hogy mi áll a rendelkezésére. Szétnézel otthon az udvaron, mi az, amit meg tudsz valósítani. Milyen eszközt használhatsz hozzá? Ugye elsősorban kréta, pasztelkréta az, amit látsz, de mutatok rá alternatívákat arra, hogyha valakinek nincs otthon krétája, akkor akár festékkel is dolgozhat. A tempera ugyanúgy lemosható a földről. Az akril festéket, vagy bármilyen olyan festéket, azt inkább nem ajánlom, tehát ne olajfestékkel, mert az ott marad örökre. Bár ha anya megengedi, akkor ám legyen. De ha temperával fested, akkor ugyanúgy lemosható, mint ahogy a kréta. Pasztelkréta, ha van otthon aszfaltkréta, az a legjobb. De akár egy már meglévő festékpacát is fel tudsz úgy használni, mint ahogy itt látjátok. Pont a szomszédban van is hasonló festékpacánk nekünk is. A kerítésfestés után nagyon sok ilyen paca lett, mint amit itt látsz. Hogy azt is el tudom képzelni, hogy bent rajzolsz hozzá, megrajzolod, mint ahogy itt is Pongyabobnak megrajzolták a kis kockanadrágját, cipőjét, meg szemét. Kiviszed és ráragasztod arra a felületre, vagy ráhelyezed arra a felületre, ahova bekomponáltad a művedet. Mi akkor nézzük meg azt, hogy mi az, ami próbálok mindenféle olyan dolgot összedni, ami otthon nálatok is esetleg fellelhető. Viakolor tégla, nagyon egyszerű, sörhab, sárga sör, mintha egy pohár lenne. Teljesen jó, nagyon vicces, nagyon poén, repedés, kis levelek. Itt is a levelek azok nem rá vannak rajzolva, hanem lehet, hogy teljesen igazi levelek, vagy éppen nyomtatva lettek a levelek, de ez is nagyon szuper. Nem túl feltűnő helyen, nem túl nagy méretű, vicces emberke, aki éppen WC-nek használja a cső illesztést. És látod, nem csak festék, hanem bármilyen más tárgyal is kiegészítheted, mert a nadrágja az például úgy látom egy papír darabból készül. Olyan helyre is festhetsz, sőt, kifejezetten kérném, hogy olyan helyre ne a bejárati ajtóra, ahol mindenki látja, hanem olyan régi ajtóra, kilincsre, nem csak a földön dolgozhatsz, hanem akár a falon is. Ha van valakinek egy ilyen szép kis téglás fala, akkor ott is el tudja képzelni, hogy éppen a kisegér mászik kifelé, és csinálsz belőle egy egérlyukacskát. Vagy nagyon gonosz manó ül a téglakerítés alján, és rettentően szomorkodik. Nem csak krétával, festékkel dolgozhatsz, hanem ha rendelkezésedre áll Lego, akár Legóval is kitölthetsz olyan réseket a falon, amik már régóta ott leledzenek. Ettől nagyon színes lesz, és tényleg ez is egy ilyen poén, és vicces, és dekoratív
földet tudsz vele kialakítani. Ugye a Legóban vannak kisebb-nagyobb darabok, úgyhogy úgy tudod pakolászni, hogy jó legyen. Ha nincsen Legó, de mondjuk van fonal, vagy régi pulcsi, vagy régi póló, mert ez is nem fonal, hanem egy póló feldarabolva, azt is feldarabolhatod csíkokra, és a csíkokkal kitöltheted. Úgy néz ki, mintha egy térkép lenne, nekem elsősorban Amerikára hasonlít, ez olyan, mint Észak-Amerika, ez meg Dél-Amerika, és ilyen nagyon érdekes formákat tud. Nem kell feltétlenül valamilyen figurára sem hasonlítania a művednek, hanem lehet teljesen absztrakt, mint ahogy itt látod, bárki be tud képzelni bármit. Drótkerítés a kedvencem, ez általában a házak 90%-ában van drótkerítés, nálunk is van. Fonallal, vagy bármilyen madzaggal, spárgával, de akár egy szétdarabolt régi pólóval is, bármilyen formát ki tudsz hozni belőle, nem csak szívecskét, akár egy virágot is, vagy bármit, ami rád van bízva tényleg teljesen a fantáziádra. De ha mondjuk anya régóta álmodozik egy halas tavacskáról, ugye ilyen koi rajzot csináltunk az előző fél évben felülnézetben, ezt akár oda rá is festheted egy nagyobb járdalapra, körbe rakott kis kavicsokkal, és úgy fog kinézni, mintha lenne egy halas tavatok. A másik nagy kedvencem az, amikor tényleg, de tényleg nem muszáj bármilyen formával küzdeni, aki a térbeli dologra nincs ideje, vagy nincs idegzete, de viszont tetszik neki egy ilyen színes, és van pont egy ilyen kis viakoló járdájuk, a mi járdánk mondjuk pont ebben a mintában lesz lerakva, az akár ki is színezheti. Ehhez hasonlókat, aki már nyitott szemmel járt Pesten, láttatok, vannak ilyen aktivisták, akik a beton repedésekre és a nagyon elrongálódott utakra próbálják meg felhívni a figyelmet azzal, hogy kifestették ilyen szép színesre. Nekem mondjuk ez tetszik, tehát ez akár, hogyha otthon engedélyt kapsz rá, egyrészt akár maradandóra is le tudsz így festeni. Hogyan készül? A hogyan készül rész az nagyon rövid lesz, mert nem tudok rá pontos receptet mondani, ugye láttál, mondtam rá nagyon sok fajta példát, a technikát, a helyszínt, mindent teljes mértékben rád bízok, ugye a street art egy olyan művészeti irányzat, hogy mindenki a saját érzéseit próbálja meg a környezetére kivetíteni, a saját gondolataira szeretném ezen visszakérni, tehát keresel egy elemet, amit kiválasztasz, tárgyat, amit megihlet, és utána azt kiegészíted az általad választott technikával. Vagy figurálisan, tehát, hogy valamilyen figura lesz belőle, állatka, emberke, manócska, vagy absztrakt módon, hogy csak színes négyzetek lesznek, vagy bármilyen absztrakt forma. Jó? A munkátokra egy fotót szeretnék kérni, mert ugye ez nem lesz minden esetben 100%-osan maradandó, és ezt a fotót szeretném, ha feltöltenétek ide a Classroom felületre. Köszönöm szépen, jó munkát és jó szórakozást kívánok hozzá!